Mint ismeretes, holnap után, február 1-én, egy keddi napon délután 3:46-kor vége lesz a világnak. Mindjárt utána az utolsó ítélet következik. A fővárosi tanács illetékes ügyosztálya felkéri a lakosságot, hogy kerülje a pánikot. Másfelől viszont türelmetlenkedni is fölösleges, mivel kivétel nélkül mindenki sorra kerül. Nagyobb méretű közlekedési korlátozásra nem lesz szükség, de az alagutat az esetleges beomlás veszélye miatt délután 3-kor lezárják. Ettől kezdve a 4-es, 5-ös, 56-os autóbusz a Lánchíd helyett az Erzsébet hídon közlekedik. A vasutak, hajók, autóbuszok menetrendszerűen járnak, sőt a Vigadó térről egy sétahajó különjárat is indul, mely elegendő számú jelentkező esetén fellobogózott ravatalként úszik lefelé a Vaskapu festői vidéke és a Fekete-tenger felé. Mindazokkal, akik életük meghosszabbítását akarják kérvényezni, már is közöljük, hogy kívánságuk nem teljesíthető. Még terhes anyák és újszülöttek sem képeznek kivételt, pedig néhányan jogosan panaszkodnak amiatt, hogy épp holnap után... Másfelől viszont különleges szerencse éri azokat, akik ebben az időpontban amúgy is elhaláloztak volna. Ezek most jót röhögnek a markukba.